Fának csapódott autó sofőrjét vitték Hordágyon a mentők még nyáron. Életeket mentenek, sokuk fizetése viszont alig éri el a garantált bérminimumot. Legtöbbjüknek jól jött volna karácsonyra a kollektív szerződésükben rögzített 37 000 forintos egyszeri juttatás. Azonban többüknek csak a töredékét utalta át az országos mentőszolgálat. A Népszava egy olyan mentődolgozóról is írt, aki mindössze 4500 forintot kapott. Dühében vissza is utalta azt a munkáltatójának. Az országos mentőszolgálat elismerte, hogy nem a teljes összeget utalták át. Nyilatkozni nem akartak, közleményben azt írták, azért mert a kúria december 11-én hatályon kívül helyezte az egyszeri kifizetést és szabályozó kollektív szerződést. A még 2016-ban megkötött szerződést az 1600 munkavállalót képviselő Magyarországi Mentődolgozók Szövetsége támadta meg, miután kihagyták őket a tárgyalásokból. A mentőszolgálat közleménye szerint a dolgozók érdekében a főigazgató úgy döntött, hogy az eddigi költségtérítésként utalt évvégi juttatásokat mégis kifizeti. Viszont így le kellett vonni belőle a járulékokat. Azt írták, a főállású munkavállalók bruttó 56 000 forintot kaptak, 7963 főnek összesen nettó 262,3 millió forintot fizettek ki. Szerintük azok, akik csak néhány ezer forintot kaptak, részmunkaidőben vagy más jogviszonyban dolgoznak. A szakszervezet szerint még hatályban volt a kollektív szerződés, amikor a mentőszolgálat a bérszámfejtést csinálta. Ez ugyanis december 10-én történt, az ítéletet pedig egy nappal később hozta meg a kúria. A mentőszolgálat szándékosan csinálta azt, amit csinált. Nem tudok más mondani, csak egyszerűen azt gondolom, hogy ez hangulatkeltés, illetve a Magyarországi Mentődolgozók Szövetség elleni hangolás, az emberek, a mentődolgozóknak a szövetség ellen hangolása miatt történt meg. A mentőszolgálat szerint erről nincs szó, azt írják, a legtöbb dolgozónak magasabb összeget utaltak, mint amennyi a korábbi megállapodások alapján járt volna. A Népszava úgy tudja, hogy a következő havi fizetéssel kompenzálják a járulékok miatt most pórul járt mentőket.